A Mi-8-as helikopter alapvetően a korai Mi-4-es típus gázturbinával ellátott változata. Sorozatgyártása 1967-ben kezdődött meg, ikerhajtóművel és ötlapátos forgószárnyal. Az erősebb hajtóművel lehetségessé vált egy új törzs szerkezet kialakítása is, csaknem 50%-kal nagyobb térfogattal és kétszer akkora utastérrel. A szállító helikopter sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a több ezer darabot meghaladó gyártási sorozatszám. A megszámlálhatatlan mennyiségű Mi-8-t a legkönnyebben a NATO jelölések alapján különböztethetjük meg. Az alapváltozatok a HIP A és B, az elsőként rendszeresített típus a HIP C kódnevet kapta. A Mi-8-as szolgálati csúcsmagassága 4500 méter, hatósugara körülbelül 500 km. A törzs hossza 18, a főrotor átmérője 21 méter. Az ikerhajtómű a több mint 7 tonnás madarat maximálisan 260 km/h sebességre gyorsíthatja. Valamennyi Mi-8-as jellemzője a hátsó, nyitható tehertérajtó. A két egyenként 1700 lóerős Isotop gázturbinával a helikopter 4 tonna terhet, vagy 32 embert emelhet a magasba. A Mi-8-as legkésőbbi változata a Mi-17-es, amelyet két erősebb, egyenként 1950 lóerős hajtóművel szereltek fel. A faroklégcsavar a faroktartó bal oldalára került, ugyanis ez az elrendezés nagyobb teljesítmény elérését teszi lehetővé. Személyzete 3 fő, pilótából, másodpilótából és fedélzeti technikusból áll. A koreai és vietnámi háború után a helikopter szerepe már nem csak könnyű szállító és felderítő feladatokra korlátozódott, hanem mint harceszközt is bevetették. A forgószárnyas repülőgép kitűnően alkalmas légideszant célba juttatására. A Mi-8-as 24 felfegyverzett katonát szállíthat, és hatásos fegyverzetével meg is tisztíthatja a terepet a kirakás előtt. A nullszériás modelleket is beszámítva, a Mi-8-as szállító helikopter legalább 8 különböző variánsa ismert. Támadó és általános feladatok végrehajtására a HIP-C, E és F típusok alkalmasak, bár fegyverzettel majdnem mindegyik változat felszerelhető. A helikopter oldalán elhelyezett felfüggesztési pontokon 6 rakétablokk kapott helyet. Az UV-32-es blokkokból 192 darab 57 mm-es nem irányított rakéta indítható. Ezen kívül lehetőség van még 4 AT-2-es Swatter páncélelhárító rakéta felfüggesztésére is, és a deszantosok az ablakokból is tüzelhetnek kézi fegyvereikkel. A szállító helikopter alkalmas ejtőernyősök célba juttatására. Bekötött és stabilizátoros ugrásoknál 600-800 méterről leszerelt deszant ajtóval akár 3500-4000 méteres magasságból is ledobhatók a katonák. A szállító helikopterek békeidőben is jó szolgálatot tesznek. A Mi-17-es teherbíró képességének köszönhetően kiváló beemelő helikopter. A természeti katasztrófák idején számos, más eszközzel megoldhatatlan feladatot végeznek el sikeresen.